hol már ennek a francia vagy német városkának a neve a kolumbárium, azaz kalambház szóból ered, de harcias címerét az első francia hadsereg is átvette. Esős időben érkeztünk, de ide úgyis mindenki az Unterlin Múzeum miatt jön. Ez a párizsiakon kívül a leglátogatottabb franciaországi múzeum. A 13. századi ágostonrendi, majd dominikánus kolostor a francia forradalom után vált lakhatatlanná. Hányatott története során laktanyaként is szolgált. A 19. század közepén a helyi Schongauer társaság kezdeményezésére középkori egyházi műtárgyak múzeuma lett. Martin Schongauer a 15. század közepén Kolmárba született. Kortársai Hübscher Martinnak, Csinos Martinnak is nevezték. A Lipcsei Egyetemen is tanult. Itt látható táblaképei a közeli Isenheimi Antonita Kolostor és Kórház számára készültek. Részkarcainak nyomatai a Dürer előtti időkben a legnépszerűbbek voltak. Nagy példányszámmal terjesztették ezeket. Csúnya dolog, ha valaki az utolsó vacsoránál elalszik. Az idősebb Lukas Cranach és Hans Holbein műveivel is találkozhatunk itt. A csinos hóhér éppen a csinos Szent Katalin fejét csapja le. Néhány Madonna szobor a 15. századból. Egy fából faragott piéta. Az érdeklődők persze nem ezekért jönnek, melyhez hasonlókat máshol is láthatunk, hanem Mátyás Grünewald egyedülálló isenheimi oltáráért. Az oltár a francia forradalom után került Kolmárba. A kissé bonyolult szerkezetű szárnyas oltár megértését kicsinyített makett könnyíti meg. Nyugodtan hajtogathatjuk, amit a 3 méternél magasabb, fokozottan óvott, eredeti képekkel nem tehetnénk meg. Az eredeti oltár jelenetei 3 részre bontva tekinthetők meg. Látványuk a különböző egyházi események kapcsán tárult a hívők elé. Szent Antal nyakára a megrendelő a kolostor apátjának arcképe került. A feszület jobb oldalán szimbolikus alakként, hiszen akkor már nem élt, az Ó Testamentummal kezében keresztelő Szent János mutat Jézusra. A Golgota alatti lehajtható predellán a sírbatétel jelenete látható. A második jelenetsor angyali üdvözletén a mester az isenheimi templom belsejét is megfestette. Mellette az úgynevezett angyalkoncert van, majd Mária a kertben. Krisztus feltámadása.
A legbelső oltárszekrényben az Izenhelmi rend névadója, Remete Szent Antal hatalmas alakja látható. Alatta Jézus az apostolokkal. A nagyszakálú Remete jobbján Szent Járomos áll, lábánál a szokásoknak megfelelően egy oroszlán. A baloldali hippói Szent Ágoston nem nagyon ismerjük. A 16. században készült faragás Nikolaus von Hagenau munkája. Ott jártunk kor, 20 évvel ezelőtt ezt lehetett látni a múzeumban. ...2015-re a kolostort egy az utcák és csatorna alatt vezető folyosón kötötték össze egy másik épülettel, ahol folytatódik a kiállítás, persze, egész más tematikával. Hogy mennyire illik a múzeum új bejárata a város hangulatához, a következő séta után döntse el mindenki. Kolmárt egy 9. századi okirat említi először. A 13. századtól már élénk városi élet folyik itt, épített emlékei is erre utalnak. Házai stílusa a középkori jegyeit viselik. Egy rátarti kolmári polgár építette a 16. században az úgynevezett fejek házát, ennek díszítésére 106 jobbnál jobb fejet használtak fel. Ma is jó fejek birtokában van a borász egyleté. De a borkedvelők számtalan más helyen is otthatják szomjukat. A sok szék mellett megtaláljuk a székesegyházat is, bár a Szent Martin templomot csak a helyiek evezik így. Kolmár jelentősége ellenére sosem volt püspöki székhely. A rossz nyelvek szerint a helybéliek zsugorisága miatt azt vallották, nem fogunk még egy püspököt is eltartani. Az egytornyú gotikus templom építéséhez még időben a 13. század elején nekifogtak, mai formája a 15. századra készült el. Aki járt már ilyen templomban, azt sok meglepetést nem érheti. Ha csak nem találkozik az antiszemita szobrokkal, két visszataszító Judenzau is van a templomban. Én nem láttam őket. Az is lehet, eltakarták, vagy eltávolították már.
A szentély ólomüveg ablakai a 13. századból származnak. Ivo a híres Kléber marsalhoz címezve, és minden másféle kocsma cégér. A Fachwerk az óvárosban a belépőszint. Ez meg a város Lieblingjének, Schongauernek a több évszázados háza. A csinos Martin személyese. Már régóta sokkal korszerűbb a közvilágítás, de valamikor ide tűzték be a fákját. Johannes Rösselmann őrparancsnok 1262-ben itt vesztette életét a strasbourgi püspök katonái ellen folytatott harcban. Ez a másik úr, Lazarus von Schwendlieb büszkén mutatja az első szőlőtőkét, amit Tokajból hozott, ezzel alapozta meg a környéken a bortermelést. Az 1460-ban épült Kulfhús, ez most Elzászul volt, az egykori vámház. Mielőtt elmerülnénk az öncélú városnézegetésbe, egy információ az eddig látott szobrok, szökőkutak alkotójáról. Ő a város szülötte, Frederik August Bartholdy. Legnagyobb művét, szó szerint a legnagyobbat, mindenki ismeri. Ez a New York-i szabadságszobor. Kolmáron a Lauch folyócska folyik keresztül. Romantikus környékét figyelem, megint Elzászul lesz, Krutenau-nak, felnémetül Kreuteraue-nak hívják. De a franciák lezserül, csak Petit Venise-t mondanak. A kis Szentpéter hídról a legszebb a kilátás.
szép időben romantikus csónaktúrákat is tehetünk. Az időjárásra kitérve, Kolmár Franciaország legszárazabb városa. A meteorológusok szerint egy évben 24 órát esik az eső. Én ebből 5-öt kifogtam. Na, de örüljünk, hogy itt a tavasz. És képzeljük el, milyen szép lenne, ha valóban sütne. De mielőtt még elmegyünk Kolmárból, két újabb keletű hivateli épület. Ez az 1902-ben épült Elzász Lotharingiai törvész. Ez meg a prefektúra épülete. És ami csak nekünk magyaroknak fontos, ez a Magyar Köztársaság kolmári tiszteletbeli konzulátusa.